Hello! Üdvözöl mindenkit legújabb adásával az Anime Japan Critics. Majdásunkban ismételten eléggé érdekes, illetve nagyon is romantikus témájú történettel szeretnék foglalkozni, ami nem más lenne, mint a War Room, avagy a Roommate, melyek műfajokat tekintve a romantikus drámák kategóriájába tartoznak. Maga a történet egyes egyedül anime formájában jelent meg 2017. januárja és decemberek között két különböző kiadvány, összesen 4 évadaként, vagyis 48 rész, plusz 3 special formájában, melyeknek a készítői nem mások voltak, mint Mano Eiji, forgatókönyvíró, valamint a rendezők, Sakuma Takashi és Ueda Shinichiro. Történetünk rendszerint kis helyiségekben mutatja be számtalan fiatal lányon, illetve egy kis csapatnyi fiún keresztül a romantikus érzelmek kialakulásának a váratlanságát, amely akár a véletlenek nyomán is létrejöhet. Ezen véletlenek sorába akár egy szerencsés költözés, egy új tanfolyam, munkahely, avagy egy szimpla iskolaváltás is közrejátszhat, amelyek révén akár ismeretleneknek is lehetősége nyílik új barátságok avagy kapcsolatok kialakítására. Ám ezen kapcsolatok nem egyszer félreértésekkel is járulhatnak, amelyeknek a kimenetele bár bizonytalan, de akár egy szebb jövőt is szülhet. Összességében egy jó képi és hangvilágú történetet kaptunk, amely számos érdekes fordulatot és drámai elemet is tartalmazott. Szintén tetszetős volt a helyszínek, a karakterek, valamint a szituációk változatossága, amelyek mindannyiszor új élménnyel látják el a nézőt. Így ha ezek alapján kéne értékelnem, akkor egy 10/9-es történetről beszélhetünk. Amíg viszont belekezdtek, előre is jó szórakozást kívánok, és természetesen kövessetek engem a továbbiakban is. Sziasztok!